Húsvéti forgatag, népi locsolkodás és finom ételek a belvárosban. Petőfi busz, interaktív vándorkiállítás járt Csongrádon. És Szász-Szász, megnyílt Szász Endre és a Hollóházi Porcelán Manufaktúra közös kiállítása. Köszöntöm Önöket, ez a Csongrád Televízió híradója, következnek a részletek. Március 31-én, húsvét vasárnap tartották a hagyományos ünnepi programokat a csongrádi belvárosban. Az érdeklődők idén is részt vehettek a népi locsolkodásban, és finomabbnál finomabb ételeket is kóstolhattak. Itt a húsvét eljött végre, szép lányok örömére! Mert a lányok szép virágok, illatos víz illik rájuk. Két húsvétkor nem locsolnak, hervat virág lesz már holnap. Ne fuss el hát, drága virágom! Szabad ne locsolni! Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam. Harmadik alkalommal szervezték meg a húsvéti ünnepi forgatagot, és mostanra teljesedett ki a rendezvény, mondta dr. Hörömpöliné Vikor Katalin, a Művelődési Központ és Városi Galéria igazgatója. Úgy érzem, hogy egy kicsit kezd kiteljesedni ez a rendezvény, a délelőtti programot látva is. Most már várja a közönség azt a Szentmise előtti zöldágjárást, hagyomány, tiszteletet, hagyomány ápolást, amelyet ebben az évben az Alföld Néptánc Együttes táncosaival, illetve Gulyás László vezetésével láthattuk. És a talléros zenekar kísérte a mise után már a táncosokat. Egy nagyon szép hagyományt elevenítettünk föl, ahogy említettem, a zöldágjárást és a misét követően már a fiúk is csatlakoztak ehhez a tánchoz. Egyre inkább várják a közönség, és nem csak elmennek maga a látvány mellett, hanem most már részesei is mindennek, és úgy érzem, hogy nagyon tetszett a közönségnek, tehát ez a délelőtti szentmiséhez kapcsolódóan a tapasztalat, és az ételszentelésre a belvárosi Szent Rokus templom teljesen megtelt, és azért étellel készültek most is, hogy az ételszentelésnek részesei lehessenek, és egyre többen csatlakoztak már a gáton is hozzánk, szinte mire ideértünk az első locsolkodás helyszínére, már teljesen megtelt a belváros szíve, és most is ezt tapasztalhatjuk, négy helyszínen láthatott különböző locsolkodási formát a kedves közönség, és hogy a tapasztalat, azt gondolom, hogy ehhez kell egy olyan ceremóniamester, ami Gulyás László személyében abszolút hiteles, és ő vezeti végig reggeltől egészen délutánig ezt a programot. Nagyon jó, hogy itt van velünk, mert abszolút hitelesen tudja összefoglalni azt a néphagyományt, amellyel itt találkozhatnak a Csongrád belvárosába érkezők. Megteltek az udvarok, próbáljuk minél több érdekességgel megtölteni ezeket a helyszíneket, és itt a gyerekfoglalkozásokat, kezdve a gyerekjátékon keresztül, a népzenén át, minden udvarban van egy kis tánc, két néptánc együttes is, itt van velünk az Alföld Néptánc Együttes, az Árendás Néptánc Együttes, a Talléros Zenekar kísér minket, most már harmadik alkalommal ez a formáció állt össze, és egyre jobban egymásra találnak, egymásra hangolódnak, és ez a jó hangulat, hogy szakmailag is, a szakmai háttér is azt gondolom, hogy autentikus része is rendben van. Ezt érezheti a közönség is, hogy egy hiteles locsolkodást láthat, néphagyomány felelevenítést láthat itt a belvárosban. Ahogy említettem, megtöltjük az udvarokat, gasztronómiai udvarunk is van, kézműves termékek is vannak, játszani is lehet a gyerekeknek, kürtös kalácsot süthetnek, játékokat próbálhatnak ki, népi játékokkal találkozhatnak, mi mindent soroljak még, hiszen a gasztronómiai kínálat is egyre bővül, nem csak ők maguk készíthetik el a saját kürtös kalácsot. Ez is egy érdekesség. Volt, aki azt mondta,
Brüsszelből hazalátogató kedves Csongrádi, hogy ilyen finom kürtös kalácsot, mint amit ő saját maga készít itt, ennél finomabbat nem is kóstolt még sehol, és ez egy élmény, hogy ő maga részese lehet, ő maga sütheti meg ezt a kürtös kalácsot, úgyhogy mindaz, amit próbáltunk megmutatni a belvárosból, ebből az ékességből, a Csongrád, a Nagyboldogasszony templomtól indulva a Szent Rókus templomon át a belváros szívéig, azt remélem, hogy sikerül átadni az ideérkező közönségnek. Tart még a program a Langalita Garamonciások bemutatójával, illetve egy nagyon szép táncházzal és egy sorsolással zárul majd ez az egész napos program. Én bízom benne, hogy mindenki megtalálta a számára érdekes szegmest ebben a mai napban. Az Átröpülök hosszában hazámon program keretein belül március 25-e és 27-e között városunkba látogatott a Petőfi busz. A Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállításán interaktív módon ismerkedhettek az érdeklődők a költő életének fontos állomásaival. Az első két napon diákokat vártak a buszra, a harmadik napon pedig a lakosság is megtekinthette a tárlatot. A kiállítás legfőbb különlegessége, hogy teljesen interaktív, érdekes lehet minden korosztály számára. 2022. szeptemberében indult útnak a busz, és bejárja egész Magyarországot, sőt határon túl is voltunk sok országban. A célja igazából az, hogy sok helyre eljusson, azokhoz a gyerekekhez, felnőttekhez, mindenkihez, aki nem feltétlenül tud Pestre feljönni a múzeumban megnézni, akár a Petőfi kiállítás, de igazából tényleg az, hogy mindenhova eljusson Petőfira. Mindenki tudjon még többet, meg tudják nézni ezt a nagyon különleges, mozgó kiállítást. Úgyhogy igazából ez, hogy tényleg minél többen meg tudják nézni, és minél több városba, faluba, településre eljusson. A busz felépítése nagyjából úgy néz ki, hogy van 10 tematikus fal Petőfiről, az életéből 10 kiragadott szakasszal, például Arany Jánosra való barátsága, Júliával való szerelme, a katonaidők, mint munkahelye, a divatlap, családja, amikor gyerek volt, és mindegyik falnál vannak versek, vannak ilyen kihúzhatós fiókok, szekrények, kártyák, ezeket mind ki lehet nyitni, kihúzni és elolvasni, és akkor így ilyen interaktívan felfedezni, vannak tabletek, vannak játékok, szóval tényleg minden így nagyon ilyen mozgathatós, mindent végig lehet tapogatni, ezt élvezni a gyerekek is, meg a felnőttek is szintén, hogy új infókat tudnak meg Petőfiről, akár mondjuk régen, amiket nem tudtak, vagy csak felelevenítik a kedvenc verseiket, információkat, szóval igazából ez a lényege, hogy így ilyen interaktív módon egy más szemszögből közelíti meg Petőfit. Azt hiszem, hogy így mindenhol tök pozitívan állnak ehhez az egészhez, mert így a gyerekeknek egyrészt azért tetszik, mert nem egy olyan múzeum, ahol csak a szemekkel kell nézni, hanem hogy mindent végig lehet tényleg így fogdosni, és azért ez elég különleges múzeum. Szóval ez nagyon tetszik nekik, akár tényleg a 3 éves gyerekeknek is szoktak felhozni őket, és nekik is nagyon tetszik, illetve egészen az idősebb korosztályig is pozitívak a visszajelzések, mert tényleg így mindenki szereti, meg tetszik nekik, hogy ilyen különleges, meg hogy ide házhoz jön a múzeum, úgyhogy igen. Nekem nagyon tetszik, még lehet tanulni is belőle. Jó, hogy eljött Csongrádra. Szerintem nagyon jó. Nekem mindegyik része nagyon tetszett. Ott a tableteket hátul nagyon tetszettek. Igazából minden tetszett. Tehát amikor tettek fel ilyen kérdéseket az elején, tudtam már válaszolni, de szerintem még tanultam is többet. 100 Endre és a Hollóházi Porcelán Manufaktúra közös vándorkiállítását tekintheti meg a nagy közönség a Csongrád Galériában. A tárlatot Csongrádváros polgármestere Bedő Tamás nyitotta meg. A kiállítás április 23-áig látogatható a Szent Háromság tér 8 szám alatt. 100 Endre lenyűgöző művészetét mutatja be a 100 rendkívüli hollóházi porcelán műalkotás. A művész évtizedeken keresztül formálta és gazdagította a kerámia művészet világát, alkotásai pedig a funkcionalitás és a művészi kifejezés tökéletes egyensúlyát tükrözi.
Egy nagyon érdekes kiállítással várjuk a kedves közönséget, bízom benne, hogy ők is így fogják értékelni. Az elmúlt év során keresett meg egy kedves csongrádi közönségünk, kedves csongrádi ismerősünk Sándorné Zsóka, azzal az ötlettel, hogy bár ismerik nagyon sokan szerintem a hollóházi kerámiát, hollóházi porcelánokat, de hogy van egy nagyon szép gyűjtemény, Szász Endre munkáiból készült kiállítás, egy gyűjtemény, amely utazó kiállításként járja az országot, és megvan az a lehetőség, hogy Csongrádra is elkerülhet ez az anyag, amennyiben minden feltétel adott. És az elmúlt év végén megkezdtük ennek a kiállításnak a szervezését, felvettük a kapcsolatot a hollóházi porcelángyárral, és végül is ezt az időpontot sikerült leegyeztetni. Köszönet ezért Sándorné Zsókának, és köszönjük a hollóházi porcelángyárnak is, hogy lehetővé tették, hogy ez az anyag most idén tavasszal ide kerülhetett Csongrádra. A kedves közönségnek talán, hogyha azt mondjuk, hogy Szász Endre porcelánjai, Szász Endre munkái, akkor a fekete-fehér porcelán, az aranyjal díszített női fej képe ugrik be talán elsőként, és ahogy ezt a kedves közönség látja, mögöttem is színes, gyönyörű, élénk színű kerámiák láthatók, és ez egy olyan újfajta szegmense, azt gondolom, Szász Endre munkájának, munkásságának, ami kuriózum, ami érdekesség, ami más, mint amit eddig megszoktunk tőle. Az országban a szervezés során én magam is érdeklődtem kollégáktól, kolléganőktől, hogy mi volt a tapasztalatuk azokon a helyeken, ahol már megvalósult ez a kiállítás, és mindenütt igen nagy érdeklődésre tartott számot ez a valóban kuriózumnak számító kiállítás, hiszen ez egy teljesen más színvilág, mint amit eddig láthattunk. Egy nagyon szép gyűjteményes anyag, és olyan formák jelennek meg, ami nem csak egy tányér vagy egy kis bombonier, hanem a maszkok, a vázák, a csodálatos nagyméretű vázák mind-mind itt vannak ebben a kiállításban. Több mint 100 alkotást láthatunk itt ebben a gyűjteményben. A kiállítást Bedő Tamás csongrádváros polgármestere nyitotta meg. Ami engem igazából meglepett, megfeleltem sokunkat, hogyha otthon a háztartásban ismerősök ilyen munkahelyeket végignézünk, mi alapvetően azokat a jellegzetes, után szürke, kicsit szürrealisztikus, döntendő jelmezolásokat ismerjük, mint hogyha az lenne csak Szász Endre, és amikor én beléptem ide, felvettem a húgastam, hogy ő neki nagyon komoly érdeklődést mutatott a keleti stílusok iránt, és hogyha végignézzük itt a középső helységben levő tányérokat, akkor abban megtalálhatjuk ezeket a motívumokat, mint ahogy minden vázán is. Amikor a vázákat megpillantottam, értettem meg, mit mondott Örökönyi Vígor Katara nekem, hogy köszönjük egyébként a Szentesi Múzeum segítségét, hiszen egy ilyen kordont adtak kölcsön, nem tudtam, hogy mihez, aztán megláttam. Itt látszik, hogy milyen sok oldalon volt Szász Endre. Ha 100-100-at két év múlva mondanánk, azt is mondhatnánk, hogy centenáriumban van, lehet akkor is lesz, hiszen az ő munkássága nem egy-két darabban, hanem pont a hollóházi porcelánon keresztül ezres számban érhető el, és találkozhat vele sok-sok olyan család, aki egyébként ilyen neves festő egyéb alkotásához nem tud hozzájutni. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ezt a kiállítást nagy figyelemmel kísérje. Nincsenek különféle, hogy melyik műnek mi a neve, hiszen ezek nem erre készültek, de Szász Endrét teljes egészében megtalálja benne. És ha végén engedjék meg, hogy én is megköszönjem Sándorné Zsókának azt a lehetőséget, hogy ez a kiállítás itt van nálunk, Csongrádon is megtekinthető. Én provokatív akartam lenni, és mondtam, úgy is meg fogom akarolni, hogy mondjál már, hogy felhőszöntelek megkészült, akkor én elszabad. De úgy gondolom, hogy a kiállítás megmutatja bárkinek olyan információkat átadni, amit szerintem soha sehol nem is hallgattuk adott esetben a művésztől, magáról a porcelánfestésre, főszerű hollóházi,
számára, és ismerte Szász Endre, tehát neki személyes kötődése is van ehhez a kiállítás és ehhez a véleményhez. Úgyhogy kívánok mindenkinek kellemes kikapcsolódást. Április végén pedig az első nemzetközi grafikai szimpózium kiállítás várja a nagy közönséget. Húsvéti forgatag, népi locsolkodás és finom ételek a belvárosban. Petőfi busz, interaktív vándorkiállítás járt Csongrádon. És Szász, megnyílt Szász Endre és a Hollóházi Porcelán Manufaktúra közös kiállítása. Maradjanak velünk továbbra is. Híreinket megtalálják weboldalunkon és közösségi oldalunkon. Viszontlátásra!